Több kérdésben döntöttek, intézményi beszámolók, támogatások és fejlesztési tervek is napirenden. Van, ami nem változik. Idén is lesz halászlé, sonka és tojás húsvétkor. Újra úton az olimpiai fáklya. A Zsugovica sportiskolában futottak vele a diákok. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 28-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. A húsvéti hosszú hétvége előtt csütörtökön ismét több kérdésben döntés született a Városházán. A képviselőtestületi ülésen szavaztak a bajai házaspárok és újszülöttek megajándékozásáról, a negyedik Károly emlékpont létrehozásáról és a Baja Energetika Kft. Új ügyvezetőjének személyéről is. Dani Gitta és Hornyák József igazolt távollétével 13 fővel ülésezett csütörtökön a testület. A Bajai Városháza dísztermében intézményi beszámolókról, támogatásokról és fejlesztési tervekről is szó esett. A képviselők szavaztak a házasságra lépő párok, valamint a bajai újszülöttek megajándékozásáról is. Hajdú Miklós alpolgármester előterjesztése szerint a város egy egységes, néhány ezer forint összértékű, szimbolikus ajándékkal kedveskedne a bajai lakcímmel rendelkező érintetteknek. Nyilván ettől nem fogjuk tudni ösztönözni a gyermekek születését, de hogy akik gyermeket vállalnak, ők is egy ilyen szimbolikus megerősítő ajándékot kaphassanak. Ezzel mi magunk szeretnénk kifejezni az elkötelezettségünk, akár a házasság intézménye, akár pedig a gyermekvállalás iránt. Polyák Judit felhívta a képviselők figyelmét arra, miszerint 2021-ben a Fidesz-KDNP képviselőcsoport kezdeményezésére a város is csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomhoz, amelynek hasonló célkitűzése van. Ugyancsak egyhangulag szavazták meg a képviselők Szél Péter alpolgármester előterjesztését a negyedik Károly emlékpont létrehozásáról. A Tűr István híd lábánál az utolsó magyar királyról elnevezett rakparton található a lépcsőnél egy emlékmű, amelyet az egykori hajóállomás helyén emeltek, ahol utoljára érintett magyar földet a király lába. Azt hiszem, hogy mindannyiunk és a képviselőtestület közös kötelessége is az, hogy ezt a lehetőségeknek megfelelően fokozatosan úgy helyezzük el, mind a városi, mind pedig az ország emlékezetébe, ami méltó ehhez az eseményhez. Kámánné dr. Bari Bernadett egyetértett az alpolgármesterrel a méltó megemlékezés ügyében. Azonban emlékeztetett, 2021-ben a 100 éves évforduló alkalmából a KÉSZ szervezett konferenciát Baján. Én azt gondolom, hogy az minimum az előterjesztés szöveges részébe be kellett volna kerülni, hiszen a 100 éves évfordulóról beszélünk, ami végül is méltóképpen meg lett ünnepelve, illetve hogyha ez a nemzeti emlékpont elnyilvánítás együtt jár azzal is, hogy innentől kezdve mondjuk nem a keresztény értelmiségiek szervezete fogja az emlékmű környékét rendben tartani, akkor már megérte ez az előterjesztés. A testület elfogadta azt az előterjesztést is, amely a Bajai Kommunális Kft. Idei támogatási szerződésére vonatkozik. László Károly módosító indítványa alapján most az eddigi közel 348 millió forinthoz további 10 millió forintot kap a cég, amelyből a Határ utca végén húzódó garázssor területét rendeznék. A földes útra zúzott követ szórnak, és egy szikkasztó árkot is kialakítanak, mivel egy-egy nagyobb eső után járhatatlan a terület. Lekerült napirendről a Baja Hangja Kft. Felügyelőbizottsága által jelzett kivizsgálási ügy, valamint a Petőfi-szigeti Kiserdő Kalandpark újrahasznosítása is. A közel 3 hektáros terület üzemeltetését 2020-ban a Baja Marketing Kft.-től a Baja Vagyon Zrt. Vette át. Azonban a hasznosítására kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Így a Baja Kert Nonprofit Kft.-t bízná meg az önkormányzat egy rekreációs park kialakításával. Nyirati Klára polgármester előterjesztéséről később tárgyalhat a testület.
ötletek voltak, például zárt kutyafuttatót szerettünk volna, de ezt a képviselőtestület leszavazta. Aztán nagyon sokáig nem történt semmi, és azt találtuk most ki, hogy vegye át a Bajakert a kalandparknak az üzemeltetését, és tulajdonképpen játszótérként funkcionáljon innentől kezdve, tehát egy ilyen kis piknikre, beszélgetésre alkalmas hely legyen, olyan játékokkal, amelyekhez nem kell felügyelet, amelyek nem a falom koronájához közel vannak. Utolsó napirendként zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Baja Energetika Kft. Ügyvezetői posztjára kiírt pályázatot. Információink szerint 3 pályázat érkezett a vezetői tisztségre, de közülük csak egy jelentkező pályázata bizonyult érvényesnek, így május 1-től Pap Emőkét nevezték ki ügyvezetőnek. Dr. Bíró Tibor dékán 2017 óta vezeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karát. Az előírt szabályok szerint 2 dékán időszakot követően új személynek kell ellátnia a kar vezetését a Bajai intézményben. Baja megyei jogú város képviselőtestülete a március 28-ai testületi ülésen megköszönte Dr. Bíró Tibor munkáját. A jelenlegi dékán úgy fogalmazott, szakmai pályafutásának csúcsának tekintik, hogy 2 cikluson keresztül vezethette a kart, és büszke azokra a sikerekre, amelyeket kollégáival együtt elértek. A jövőben is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen teljesíti szolgálatát, és az oktatói státusza továbbra is Baján marad, illetve tanácsadóként segíti majd utódját, dr. Címer Zsoltot, aki jelenleg a dékán helyettesi feladatokat látja el. Preininger Rozália után újabb képviselő jelöltjét mutatta be a Bácskaiak a Városért Egyesület. Pap József a 8-as számú választókerületben indul az önkormányzati választásokon. Mint azt bemutatkozásában írja, a felsővárosi kerületben él több mint 40 éve, így naponta tapasztalja az ott élők problémáját. Meggyőződésem, hogy a képviselőtestületi üléseknek nem a pártok csatározásáról, hanem a város fejlődése érdekében folytatott képviselői konstruktív vitákról, felelősségteljes képviseletről kell szólnia, fogalmazott Pap József, aki László Károly polgármester jelölt csapatában a Bácskaiak a Városért Egyesület jelöltjeként indul a június 9-i helyhatósági választáson. A magasabb árak ellenére is változatlan a húsvéti menü összetétele. A zöldségek tekintetében nincs nagy különbség a tavalyi árakhoz képest, az azonban elmondható, hogy az import termékek még mindig olcsóbbak. A sonka kilója nem kapható 2300 forint alatt, a minőségi árut továbbra is ennél drágábban lehet megvenni. Tavaly több mint 21 milliárd forintot költöttek a magyarok a március-áprilisi időszakban húskészítményekre, illetve sonkákra az egyik piackutató intézet adatai alapján. A csoki figuráknál jelentősebb az áremelkedés. A gyártói márkák termékeihez kilogrammonként 10 ezer forint alatt már nagyon ritkán lehet hozzájutni. Hamarosan elérkezik húsvét napja, erről árulkodik a Szentháromság téren felállított tojásfa és a dekoráció, valamint a boltokban és a piacon megnövekedett forgalom is. Mészáros István piacvezető híradónknak úgy nyilatkozott, 80%-os a vásártér forgalma. Teljes melbedobással készülnek árusaink, hiszen ami ilyenkor szükséges húsvétre a kellékek, akár a nyersanyag, akár a készételek is szinte minden kapható. Itt a csarnokban ugye a termelőink kitesznek maguk, itt egy jobbnál finomabb sonkák, kolbászok vannak, illetve a húsboltokban is kiváló minőségű termékek vannak. Azon kívül nagyon sokan árusítanak háztáji tojást, tanyasi tojást konkrétan, és tulajdonképpen amíg hozzátartozik a zöldségfő ünnepi ebédekhez, a zöldségfő, minden van már, minden. Sőt, nagyon sokan már a korai fóliás zöldségeket is meghozták, tehát gyakorlatilag friss magyar zöldségféget lehet vásárolni. Pozsonyi Antal dusnokról érkezik hétről hétre a Bajai Városi Piacra. Mint mondta, hétvégén továbbra is nagy a kereslet a hentes árukra, ez az igény hétköznaponként már jóval alacsonyabb, pedig tavaly óta nem változtattak az árakon. Ilyenkor pedig kifejezetten a szezonális termékeket keresik a vásárlók. Mint kiderült, ez az időszak adja az éves magyar sonkafogyasztás több mint 40%-át. Mint minden évben, szezonálisan a húsvéti sonka, kolbászfélék, szalonnafélék,
Hát amit ilyenkor készítenek, sokan főznek töltött káposztát, húsos káposztát, ahhoz valókat, a húsboltokból a birkapörköltet, a kakaspörköltet. Aki tud, családjával ünnepel húsvétkor is. Sok helyen megosztják a feladatokat. Van, aki a beszerzésben, van, aki az elkészítésben segít. A hagyományok pedig tovább öröklődnek. A sonka készült, a tojás készült, én töltött tojást szoktam csinálni, és a salátákat, hát izgalommal, meg sütöttem is még. Egyébként semmi különös, amit a húsvéti szokások megengednek, azokat csináltam. Semmi különöset, nem volt semmi extra. Bár sokan elutaznak ilyenkor az ünnepi hosszú hétvégére, többen inkább ragaszkodnak az otthoni szokásokhoz, például a nagypénteki halászléhez. Tehát hagyományos módon semmi olyan extra nincs, ami... Tehát nem megyünk wellness hotelba, meg ilyen akárhova, hanem hagyományosan otthon megfőzzük, megesszük, aztán utána mindenki csinál, amit akar. Találkoztunk olyannal is, aki évről évre nagy családi körben ünnepel. És bár néhány dologban változtattak, a csokoládé, a sonka és a tojás továbbra is állandó hozzávalói a húsvéti ünnepnek. Igazából nálunk a sonka az mindig házi, mert mindig van nálunk disznóvágás, és akkor meg szoktuk tartani így, mert apósom nagyon ért hozzá, mert ő ezzel is foglalkozott régen, és akkor ezt szoktuk meg, házi tojás, mert baromfink is van igazából. Úgyhogy, hát ezen kellett igazából, hogy fiatal házasok vagyunk a párommal, és hogy erre próbálunk törekedni, hogy az otthoni dolgok így, hogy otthon termelünk meg mindent, amit tudunk, mert hát sajnos ilyen világot élünk, hogy már nehéz beszerezni ilyenkor a dolgokat, főleg akinek már van gyerek is. A húsvéti hétvégén, nagypénteken, vasárnap és hétfőn zárva lesz a vásártér, de szombaton még beszerezhetik az ünnepi menü utolsó hozzávalóit a vásárlók. Gyakran útszélére dobott dobozban végzik a húsvéti ünnepekre vásárolt állatok. Egy etetéshez szokott nyúl vagy kis csibe az emberi segítség nélkül életképtelen. A megunt kis állat kidobása ráadásul Magyarországon bűncselekmény, és ezért letöltendő börtön is járhat. Hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Közleményükben azt írják, egy felelős állattartó az állat egész életére gondol, amikor nyulat vagy egyéb házi kedvencet vásárol. Azt javasolják, hogy élő állat helyett érdemes csokoládét, díszeket vagy játékot vásárolni a gyerekeknek az ünnepre. Az Egyesület Szegedi Központjában pedig idén is díjmentesen leadhatók az esetlegesen megunt nyuszik. Kortárs szerzők művei is szerepeltek az idei Vörös Sándor területi szavalóversenyen, amelyet március 27-én tartottak meg az Újvárosi Általános Iskolában. Több mint 60 diák mérettette meg magát a versenyen, a legjobb előadókat 4 kategóriában díjazták. Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek. Hegyi Zselyke Csenge nagy átéléssel kezdte el Juhász Gyula Testamentum című versét szavalni a Vörös Sándor területi szavaló versenyen. A tavalyi győztes azt mondta, megérintette a mű, ezért esett erre a választása. Idén is nagy ambíciókkal indult az irodalmi megmérettetésen, amelyre bátyja miatt jelentkezett. A bátyám szokott versmondóra járni, és így szerettem meg én is a versmondókat. Az első osztályosok közül többen kortárs szerzők művét adták elő. Egyes diákok olyan átéléssel szavaltak, hogy a humoros gyermekversek nem csak a zsűri tagjainak, de a közönség soraiban ülőknek is elnyerte a tetszését. Bundola Jászmén egy 9 versszakos verset választott, amely illik a személyiségéhez. Az a címe, hogy Juhász Magda álomhajó. Az ézisek évek óta állandó résztvevői a területi szavalóversenynek. Szép eredményeket értek el. Idén is ez volt a céljuk, mondta Baladén Orsolya felkészítő tanár. Minden korosztályból képviseltetjük magunkat. Most már akár hanyadik alkalommal megrendeztünk, mindig itt voltunk, és felsőbb tagozatos diákjaink értek el jelentősebb eredményeket, első-második helyezést, a kicsieink külön díjat szoktak kapni.
Harcosné Rabrita is helyet foglalt a bírák között. A több mint 10 éve zsűriző drámapedagógus úgy véli, a szavaló verseny meghozza a versolvasás iránti kedvet. Gyakran előfordul ugyanis, hogy maguk a zsűri tagjai sem ismerik az előadott művet. A Vörös Sándor jogelügyénél a Szűcs József szavaló versenyen zsűriztem először. A szempontok azok a mindig egyeztetés alapján történnek, de figyeljük a versválasztást, figyeljük azt, hogy az egyéniségéhez illik-e a szavalónak a vers, amit el fog mondani, mennyire él benne a versbe, élvezi azt, amit mond, ahogy mondja, és valóban az övéje a vers. Az idei területi szavalóversenyre 12 település, 21 iskolájából 61 diák nevezett. A mai gyermekeknek fontos lenne, hogy az élő irodalommal találkozzanak és gyakorolják azt. Fogalmazott Ábrahámné Tóth Edit, az Újvárosi Általános Iskola igazgatója. Azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciájukra nagy hatással lehet, a mentális egészségükre nagy hatással lehet, és tényleg kell olyan célokat kitűzni a mai fiatalságnak, ami kirobbantja őket az okos készülékek elől. Az első-második osztályosok közül Oroszi Evelin, a Vaskuti Német Nemzetiségi Általános Iskola diákja bizonyult a legjobbnak. A harmadik-negyedik évfolyamon Rabcsák Fruzsina, a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola tanulója, az ötödik-hatodik évfolyamon Hegyi Zselyke Csenge ért el első helyezést. A hetedik-nyolcadik osztályosok közül pedig Lajdi Horka Bendegúz, a Bajai harmadik Béla Gimnázium tanulója kapta a legtöbb pontszámot. Már több mint 100 ezer magyar gyerek kezébe adta az olimpiai fáklyát Kovács István. Szerda délután a Sugovica sportiskolába látogatott el a hosszú távfutó. A bajai diákok örömmel vettek részt az olimpiai programsorozatban. Szerda délután megérkezett városunkba is az Újra úton az olimpiai fáklya mozgalom. Kovács István a program kitalálója, életében két nagy eseményt is nyilvántart. 1998-ban elfutott Lapföldre az igazi Mikuláshoz, és megkapta a világ Mikulásának nagykövete címet. 2008-ban pedig a négy magyar egyikeként futhatott Kínában az olimpiai lánggal. Egy nappal előttünk például vitt a gyerekenek, mindig mondom, hogy Jackie Chan is, ő Hongkongot képviselte, de hát maga visszaemlékezve pazar, egyszerűen elmondani nem lehet. Azt eldöntöttem már előtte, hogy olyan lassan futom azt a 200 métert, amilyen lassan csak lehet, hogy minden tovább élvezem azt a csodálatos pár percet, pillanatokat. A mezőfalvai sportember azóta sorra látogatja az ország intézményeit, ahol a gyerekeknek élménybeszámolót tart, sportos játékokat, vetélkedőket szervez. Szerdán a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola diákjai is részesei lehettek ennek. A program kezdéseként a felső tagozatos tanulók az iskola udvarán futottak egy kört az olimpiai fáklyával a játékok tiszteletére, melyet Farkas Zille borbála vitt körbe. Nekem ez nagyon különleges volt, és egészen érdekes, mert nem is számítottam rá, hogy ezt így megkapom, és hát így nagyon jó érzés volt. És egy megtiszteltetésnek vehetem. A közös futást követően fát ültettek a program emlékeként, majd Kovács István élménybeszámolója után 5 karikás kvízen nyerhettek ajándéktárgyakat a diákok. Nekem nagyon érdekes volt így ez a kérdések is, mert nagyon sokat tanultam belőle, érdekesek is voltak, én örültem neki ennek az egésznek. A program zárásaként üzenetet írhattak a diákok a zászlóra és az olimpiai naplóba, a párizsi játékokon résztvevő sportolók részére, és emlékfotókat készíthettek az olimpiai fáklyával. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Több kérdésben döntöttek, intézményi beszámolók, támogatások és fejlesztési tervek is napirenden. Van, ami nem változik. Idén is lesz halászlé, sonka és tojás húsvétkor. Újra úton az olimpiai fáklya. A Sugovica sportiskolában futottak vele a diákok. A Bajai Televízió híradóját látták.
friss összeállítással, a hosszú hétvégét követően kedden este jelentkezünk ismét. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra! Csütörtökön késő délutántól, estétől ismét több helyen, nagyobb eséllyel hazánk északi felében várható eső, záporeső, helyenként az ég is megdörrenhet. Az éjszaka második felében megszűnik a csapadék, felszakad a felhőzet és kiderül az ég. Pénteken napközben átmenetileg megnövekedhet a gomoly és fátyol felhőzet, de emellett legalább több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A délnyugati-nyugati szelet sokfelé kísérik erős, viharos lökések. Hajnalra átmenetileg veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 18 és 25 fok között várható.